A paraszt fiúból lett huszár története több felvonáson keresztül elevenedett meg a társulat jóvoltából. Ez egy nagyon jó család, musical, egy nagyon jó uh dráma, amiben benne van a szerelem, a barátság, egy életen tartó barátság és életen tartó szerelem, hogy az ember tényleg azt gondolja, hogy megtalált az igazit, akkor akár a végleteki képes elmenni érte, de közben meg a magyarságról is egyébként egy nagyon szép képet alkotunk, mint a huszárságról, ugye pici gyermekek is vannak nekünk ebben a darabban, és azt gondolom, hogy talán a lelkülete lesz a darabnak, ami, ami talán lehet, hogy csak felnőtt színészekkel nem is lehetne, hogy így létrejöjjön. Korábban is járt már a társulat itt Kalocsán, azonban minden darab előtt hosszú órákat töltenek a helyszín bejárásával. Most is így történt. Mindig találkozunk a mi újdonsággal, ugye meg kell nézni azt, hogy a lovaknak milyen lehetőségek vannak, ugye például a kókejra, hogy hova tudjuk mondjuk őket elhelyezni addig, hol tudunk bejönni, milyen változó, akkor esetleg, hogyha hirtelen leszakad az ég, akkor mit tudunk csinálni, a lovaknak tudunk-e új helyet adni, meg tudjuk esetleg a darabot úgy oldani. Tehát minden egyes előadásunkat, amit rutinszerűen játszunk egyébként, tehát tényleg a ma ezt lejátszuk, mert ugye lejátszottuk múlt héten négyszer, ha holnap elmegyünk valahova, akkor ott is ugyanúgy hosszú órákat szoktunk próbálni, Ugyanígy mind a hangbálás, mind a színészeknek a járás, a lovainak a járása, meg hát az, hogy komfortossá és egy jó érzést tudjuk magunknak is be, hiszen akkor tudunk jól játszani, és ezáltal nézőket is jobban el tudjunk jutni. Tehát próbálunk minden helyszínből maximálisan mindent kihozni, mind hangtechnikailag, mind látványtechnikailag és mind színészetileg. Egy színésznek nagyon jó helyszín ez a színpad, a lovakkal már kicsi más a helyzet. Mi ahhoz vagyunk szokva, és azt gondolom, hogy ez beszéltek az ország minden lovasáról, hogy vagy homokos talajon, vagy füven dolgozunk. Ugye ezek geotextíliás homok a legcélszerűbb és a legjobb a lovainknak, de hál' Istennek annyira jól az a lovaink vannak és jól kell vannak tartva, hogy nem okoz neki gondot, hogy a viakoloron, vagy a betonon kell bármikor egy bizonyos technikai gyakorlatot bemutatniuk. Ezt is fel kell tudni mérni nekünk ilyenkor, amikor ide jövünk. Tehát hosszú órákban ez is benne van, ha mi fér bele, tehát mi az, ami a lovaink állapotára nincsen rossz kihatással, de azt gondolom, ez egy nagyon jó helyszín. Lovas szempontból mi is próbáltuk a maximumot kihozni egyébként, hogy a teljes terebe tudjuk vele járni, és a nézőknek nagyon izgalmas előadást tudjunk csinálni. Úgyhogy én most vagyok itt először ezen a színpadon, de én már most imádom. Tehát egy lóval az erdőbe be tudtam járni mindent, a parkig el tudtam menni, egyébként ez egy nagyon jó és élmény ilyenkor.